Ez a Covid vírus okozta pandémia nehéz helyzet elé állította a szegedi nyugdíjas szervezeteket. Hasonló problémával találkozott a szegedi Napfény Fotókör tagsága is. Nem tudtunk találkozni, fotóinkat megmutatni egymásnak, elemezni azokat és javítani, valamint tanítani egymást. A helyzet részbeli megoldását az jelentette, hogy online találkozunk. Mint a képernyő felvételeinken is láthatjuk, ha nem is teljes körűen, de tudjuk az egyesület életét élni. Fizikai állapotunk fenntartása érdekében elhatároztuk és megvalósítottuk, hogy akár hetente kétszer is a természetben sétálva, fényképezve találkozunk. Ezen alkalmakkor a szegedi természeti környezetet, például a Tisza mindkét partját is végig sétáltuk, de a holttiszai és a holtmarosi séta is belefért a programunkba. Meglátogattuk a Szeged környezetében található szép turisztikai helyeket is, mint például a Sándorfalvi Nádastavat is. Elhatároztuk, hogy erőnkhöz igazítva szakaszonként bejárjuk az alföldi Kéktúra Csongrád megyei útvonalát, két szakaszát, Ásotthalom és Rúzsa környékét már teljesítettük. Most a Szeged melletti Siksóstónál levő sziki tavakat jártuk körbe. Ezeket a sziki tavakat már az 1800-as évek közepén is gyógyító célzattal használta Dorozsma népe. Ma is megvan a kedvelt strandfürdő része, amely természetesen csak nyáron üzemel, de található itt naturista kemping és strand is, valamint a tó többi részét a horgászok használják. Thank you.
egy különleges látnivalóban is volt részünk. Nevezetesen, mintha két nap is lenne az égen, a felhőkön visszatükröződő napfény az úgynevezett vaknap részesített bennünket egy csodás élményben. Természet akkor is szép, ha téli álmát alussza. Sok csodát lehet találni, csak nyitott szemmel kell járni. Mohák, szúzmók mindenütt, érdekes gombák a fatörzseken, a víz csillogása, a környezet visszatükröződése a vízfelszínen, mind ránk és fényképezőgépünkre várnak.